Halló, halló, sziasztok, szép estét minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Hát, több trombajval a vizé kezdő szöveget még hozzáteszek, ez a... Néha igazam van, néha tévedek, szerintem vizé ki fogom majd hagyni, nem mindegy, meglátjuk hosszú távon. Hú, csöppet fel, fáradt vagyok, mert hajnalosztom, itt fel voltam vizé. Aztán nem tudtam rendesen kialudni magam, na, de ami a lényeg, kezdjük is, mi a helyzet, első körbe kezdjük a Mester 3-as, hogy már lájkoljatok, osszátok meg a videót, illetve iratkozzatok is fel a csatornára, aki még új, annak ajánlom, hogy olvassa a videók alatti leírást, nagyon sok hasznos információt fog találni benne, kezdő sablonszöveg elmondva, és akkor nézzük tovább, de a kriptodán szintén sok hasznos információt találtok, videókat, tananyagokat, minden egyebeket, úgyhogy ajánlom, nézzétek ezt is. És akkor tovább egy kis érdekesség, a nagyvilágból mi történik, itt a Kanár-szigeteken alakultak ki az új, nem tudom, 100 hektár, vagy mennyi új terület lett most így, hogy jön a vulkán. Újabb kráter nyílt meg a Cumbre Vieja vulkánon, a Kanári-szigetekhez tartozó La Palma szigetén. Az új kürtő a korábbi hasadékoktól északra található. A belőle áradó forró kőzettörmelék több száz méterre halad az eddigi ráva folyamtól, és újabb termőföldeket, valamint lakott területeket fenyeget. Ez is milyen szép, ugye bár, ahogy mondja a David Attenborough is a utóbbi videóival, mi van Dél-Amerikában is a videó, hogy Amazonasban kiírtjuk az esőerdőt, nincs biodiverzifikáció, hogy van az más, hogy na mindegy. Az a lényeg, hogy olyan nincs annyi faj, és ott is, hogy egy méterre leültetik a pálmafákat, és akkor csak az van, semmi extra ilyen rácsos vonalban, csak az ember által ültetett mű, egyféle ezé növény. És akkor egy ugyanez most, hogy természetesen egy kicsit visszaveszi, ami az övé. Tudok-e, település egyes részeiről már korábban kitelepítették az embereket a spanyol hatóságok, ám a lakosok most attól tartanak, hogy hátrahagyott házaik megsemmisülnek. A kürtő megnyílását kisebb földrengések előzték meg. A napok óta az óceánba ömlő láva egy új félszigetet hozott létre, amelynek mérete már meghaladta a 24 hektárt. A mérőállomások adatai szerint a környéken romlik a levegő minősége, megemelkedett a kén-dioxid szintje, de egyelőre még az egészségre káros határérték alatt maradt. A helyszíni beszámolók szerint erős kénszag érezhető a levegőben. Hoppott. Úgyhogy, jaj, hát a másik, jaj, az meg majd utána lesz, a másik nagy hír az is érdekes volt. És akkor nézzük is tovább. Első körben, júj, ami a legfontosabb, ez lesz majd mai. Fú, hát ez, atya úristen, hát ennyire jó lett ez a mese, azt az eget, annyira pszichológiai benne van minden, hogy hihetetlen az élet értelméről, nagyon-nagyon jó a lélekről szól, mindenkinek ezerrel ajánlom. Fú, ezt is megnéztem most délután, azért is jövök később, mert hogy elkezdtem, hát mondom, ezt többet letenni. Mutatok belőle két kis parányi kis részt, de hát valami irgalmat, hogy mekkora nagy életigazságok vannak benne. Egyszer. Sőt, az egész suli időpocsékolás. Persze, ahogy a mentorom George Orwell mondta, az államilag pénzelt oktatás olyan, mint amikor bottal verik a moslékos vödröt. Igen! Így fújtja el a véleménykülönbséget az uralkodó osztály. Ez a megősi trükk. Miről beszélsz? Őt ez egyáltalán nem érdekli. Már harmadik óta ezt mondogatom. Amikor bottal verik a moslékos vödröt, így irányítják a népeket. És egy másik, ez is nagyon jó volt itt benne. Azt mondja, hogy 54-30 környékén. Ja. Oda ne rohanjak, bárki tud zenélni, ha rászánja magát. Ne foglalkozz Pollal, az a hobbija, hogy mindenkit lelomboz, mert a maga fajta ettől dobódik fel. Ó, már értem. Csak azért kritizál, hogy ne kínozzák a saját meghiúsult álmait. Ez túl a boncsó. Akinek az ilyen dolgok nem egyértelműek, hogy hogy működnek az emberek, meg a viselkedések, meg ki miért mit csinál, annak is nagyon ajánlom, a pszichológia nagyon jó dolog. Érdekességek vannak benne, úgyhogy fú, lelki ismeretek, az a magyar címe, angolul szól, a lélek, nagyon-nagyon irgalmatlan jó meselet, nagyon ajánlom mindenkinek Pixartól. Tovább kenyérgyár vagy atomtenger alattjáró, igen, és egy picikét erről is, hogy kenyérgyár vagy atomtenger alattjáró, ugyebár, mi, meg hippi korszak, meg és mert inkább itt vannak például azért dubai sivatagban, hogy milyen tavakat csinál, csak fentről lehet látni, mert az is nem tudom hány száz hektár, vagy akármi. Úgyhogy ilyenek vannak, és inkább ilyet csináljunk már, mint atomtengerrel átjárunk. Mi a jó Istenért hagytuk át? Az a baj, hogy nem kell hagyni elfajulni, mert aki hatalmat akar, az alapból meg bániákus őrült, akinek hatalom kell, és azok meg nem ilyeneket fognak csinálni, nem szív alakú tavakat, hanem atomtengerrel átjárunk. Már niákus őrült, az mi más csinálna.
És akkor nézzük is. Itt a hippi mozgalmat néztem még, hogy hippi, és akkor következő, hogy miért mindjárt mutatom a képet, hogy miért hoztam fel ezt az egészet. Hippi mozgalom 60-as évek, 60-as, 70 után már, 70-től már napjainkig annyi. Ugye 60-as években volt a hippi mozgalom. Ugyebár azért napfénybe táncoltak az emberek szépen, és akkor el voltak, mint a befűt. A csilliárdosok meg pislogtak, hogy nincs több pénzük, mert mi a jó Isten érlen, de még több pénzük nem akartak dolgozni, az emberek meg boldogok voltak. És akkor erre csak egy érdekességkép. Na jó, valami ebből csak lesz kezdőkép, mert amit itt mutatni akarok, hippi korszak 60-70 közt, itt a hitel buborékos korszak, tehát hippi korszak ugyebár ott még nem ott volt, ott még volt aranyfelazat a második világháborúk után, meg minden ott normális, de itt a bűnözést látjuk ezen a képen egyébként. Az erőszakos bűnözés narancssárga vonal, a kék vonal az meg a vagyon elleni bűntények. Úgy vagyon ellen 10-szer annyi van, mint látjuk a egyik skála az 100-tól 800-ig, másikkal 1000-től 6000-ig megy. Úgyhogy az erőszakos bűncselekmények az, de vagy a gyakori, az ritka egy dolog. És akkor hippi korszakban itt teljesen lent volt az egész, itt jött, megszüntették, itt jött a hitelbuborék, 71-ben megszüntették az aranyfelezetet, minden ember, szegényítették el az embereket, hitelbe toltak mindenkit, akkor már megnőtt a bűnözés, és itt megjött az internet. 2000-ben jött az internet, azóta meg lecsökkent. Nem mintha ez egészhez úgy a politikusoknak nagyon sok köze lenne, vagy a rendőrségnek, vagy valamihez, hogy mennyi a bűntény. Inkább szerintem az, hogy hogy működik az egész rendszer, mert ha boldogak az emberek, meg kb. Ingyen kaja van, meg nem kell megszakadniuk, fölöslegesen dolgozniuk heti 5 nap, vagy 8 órát, aminek semmi értelme, akkor ilyen nyugalom van, nincs itt fosztogatás. Egy hitelrendszer, betolják őket, akkor megindul az egész. Nem lesz egyre kevesebb vagyra lesz az embernek, hogy lopja el tőle az állam, akkor nem lehet mit csinálni, akkor indulnak a bűnözések. Az internet az meg alapból visszafogja az egészet, mert hát interneten lövöldözik egymást az emberek, Afrikában pont azért van egy ilyen gyilkosság, meg ilyesmi szerintem, mert az fejletlen országot még nem terjedte. Ledobnának be pár millió számítógépet Afrikába is, akkor már nem egymást lövöldöznék, meg vagdosnák macsétával, akkor már a csébe lövöldöznék, meg azért lövöldözős játékbe egymást, ez kész. Ennyi nyugalom. Azért is nincs gyerek sem, meg ez az avasz, minden fejlődik vissza itt a nyugati társadalomba, és már mint ilyen szinte, hogy mindenki el van az internettel, okostelefon, ez az van, elnyomkodja az ember már. Hogyha nem úgy van, mint 30 éve, hogy nem tud semmit csinálni, ül ott a falat nézi, vagy 50 éve, amikor még tévése volt, vagy ilyesmi ülés, akkor nézi a falat, vagy az állatokat, hogy baszkálnak az utcán, vagy a tájat, hogy hogy fúj a szél, meg ilyenek. Azt akkor gyereket csináltak mindenképp, mert valamit nézzenek, valami történjen körülöttünk, nem volt más elfoglaltság, de most már tök más a világ. Nagyon kicsit elkavanyarodtam, de kenyérgyár versus atomtenger alatt járó, szerintem a kenyérgyár irányba kéne haladni, csak hát ahhoz az a baj, hogy akik irányítják a világot, azoknak kéne megváltozni, de az meg az átlagembert meg nem érdekli. Főleg így, ha internet van, így meg aztán pláne nem elnyomkodja mindenki az internetet, ezek hagyköltsék el az atomtenger alatt járóra, amit megtervel az ember, aztán dolgoztassák őket 70 évig, senkit nem érdekel rövid távon, vagy hosszú távon senki nem gondolkozik, csak a rövid távban. Na jó, kicsit elkanyarodtam, nézzük tovább, mi van itt. Ja, ez nagyon érdekes volt Venezuelában, ugyebár már látszik is, szerintem a hagyományos hírodóban is benne lehetett ez. Ez egy kriptózó. Új bankjegyeket vezettek be Venezuelában pénteken. Az új bolíváron 6-0-val kevesebb szerepel, mint az eddig forgalomban lévő fizetőeszközön. A lépésre az országot évek óta sújtó rendkívül magas infláció miatt volt szükség. A bolívár 13 év alatt 14-0-át veszített el. Számomra csak egy dolog fog javulni, nem kell majd olyan sok pénzt magamnál hordanom. Ahhoz, hogy 5 dollárnyi bolívár legyen nálam készpénzben, egy aktatáskára volt szükség, mondta egy buszsofőr. A venezuelai Nemzeti Bank már nem közöl inflációs adatokat, de a becslések szerint az elmúlt időszakban rendre 1000% felett volt az éves pénzromlás mértéke. Venezuela 7 éve gyengélkedik. 2021 a 8. év lehet zsinórban, amikor zsugorodik a gazdaság. Ez idő alatt a GDP több mint 75%-a elveszett, magyarázta egy elemző. Az infláció leküzdése érdekében a központi bank egy digitális valutát is bevezetett. Ez egy SMS alapú programot használ az átutalások és fizetések lebonyolítására. Az elnyúló gazdasági válságot a venezuelai vezetés az Egyesült Államok által kirótt szankciókkal magyarázza.
Csak fantasztikus, hogy hallunk. Hát ez egyértelmű Venezuelára, már tudjuk, hogy ez van a hírekben is mindenhol. Nyomják, úgyhogy sajnos igen. Hát az USA meg ma majd ő segít, majd az IMF segít nekik, adnak nekik hitelt, hogy ne tudjanak olyan végtelen sokik eredni az egészből, csak vegyenek atomtenger alatt járót, atomtenger alatt járót vegyetek, mert az USA semmit nem gyárt már a világon, csak fegyvereket, úgyhogy vegyetek fegyvert, mert az kötelező, az kell a boldogsághoz. Jaj, de idegesítő az egész. Na jó, nézzük tovább. Délelőtt itt találkoztam napközben egy csaló hirdetése, úgyhogy pislogtam is, hogy mi a jó Isten, ilyen MicroStrategy, és akkor ez is, hogyha megnézi az ember. Ja, de most már legalább letiltották. Itt is van, ezt a fiókot a YouTube közösség irányelveik megsértése miatt megszüntettük. Úgyhogy legalább rendbe tették, ahogy elkezdtem nézni, utána ezért keresgettem, hogy mutatom nektek, és rákattintottam ide-oda, de pár perc múlva már be is tiltották szerencsére. Ugyebár a tipikus csalás, duplázós csalás, na itt most már triplázós csalás, hát tök mindegy, mert ugyanúgy csalás. Küldj egy bitcoint, aztán visszaadok 3 bitcoint. Kivágnak egy MicroStrategy videóklipet, és akkor mellé tolják ezeket a szövegeket, hogy hova, kivel, ide küld el nekem a pénzedet, majd 3-szor adok vissza. Átverés az összes ilyen. Na, nézzük is, itt vagyunk a híreknél, hogy mindenünk van mára. Első körben az USA tőzsde felügyelete 4 bitcoin ETF-nek a jóváhagyását és határidejét kitolta. Igen, több időre van még szükségük, nem biztosak, hogy mit, hogy kéne jóvá hagyni, még vizsgálódni akarnak. GlobalX-nek, a Cryptoin-nak, a Volcker-nek, a Wisdom Tree-nek kitolták a határidejét. Október 24 lett most így a vége. Jaj, de először... Jaj, nem! Október 24 lett volna alapból a 45. nap, és most így, hogy kitolták még 45 nappal, így december 8-ra esik, amikor már el kell dönteniük, hogy ETF-et jóvá hagynak, vagy nem hagynak. És akkor erre igenek, és spekulálnak, hogy leszik november végéig ETF, vagy nem. Mert alapból ez úgy történik, ez a történet, hogy itt megkérték augusztus 25-én, hogy hagyj legyen már ETF-jük, és akkor mondták, hogy 45 napon belül, vagy ha valamit nem tudnak, akkor 90 napon belül majd ezt eldöntik, na augusztus 25-hez a 45 napot hozzáadjuk, akkor elérkeztünk volna ide, hogy október 24-én kellett volna jóvá hagyniuk itt a hó végére, és akkor most mondják, hogy hát igen, és akkor csak meghosszabbítják a 90 napra, még 45-öt rádobnak, úgyhogy december 8 az új határidő, mikor el kell döntenie az USA tőzsde felügyeletének, már tényleg, hogy akkor hagyja vagy nem hagyja. Tovább azt mondja, hogy a Franciaország harmadik legnagyobb bankja, a Société Générale új DeFi protokollt javasol a Maker-rel, MakerDAO-val, Maker is van ugyebár a portfólióban, már elég stagnálgatós, de hát ha ezek a hírek majd megnyomják hosszú távon az árat felfelé, ha már francia bankokkal, a harmadik legnagyobb bankkal kooperálnak. Van egy ilyen biztosíték token újra finanszírozási programjuk, és akkor a DAI-t, a Makernek a DAI-ját, az egység kriptóját akarják ehhez az újrafinanszírozáshoz használni. Ehhez a covered fedezett kötvényhez, és akkor van ez a fedezett kötvény token, amit létrehoztak, úgy hívják. Ezt ebbe az évben adták ki az Ethereum blokkláncán, a Société Générale Bank, vagy General Bank, ha már francia. És ez egybevág az innovatív folyamattal és azokkal a megoldásokkal, amiket a Société Générale az tervez, és itt a bank halad előre a jövőbe. A digitális valuta divíziója vagy osztálya a banknak úgy magyarázza, hogy ez a kísérlet kombinálja a hagyományos piaci tőkei aktivitásokat, a decentralizált pénzügyek növekvő ökoszisztémájával, és ez az OFH token van, ami egy ilyen fedezett kötvény, a francia törvény szerint lakás hitelek biztosítják hátulról, és külön privilégiuma is van, külön figyelnek rá, foglalkoznak vele, és az a lényeg, hogy akkor ezt akarják újra finanszírozni, most úgy, hogy a Makernek használják az egység kriptóját, majd a DAO-t. És a Makernek az alapítója Rune Christensen,
Azt mondja, hogy még így is egyre inkább kiterjesztető, még az alapítás után is alapítási modelljüket ők megcsinálták, hogy építették össze a Maker-t, meg ez az, de hogy most már minden ezer évben működik a Maker, és akkor most látszik, hogy még tovább ki lehet terjeszteni, hogy már jönnek még a Franciaország harmadik legnagyobb bankja is, hogy erre meg arra még akár lehet ők is használni a Maker-t, meg a stabil kriptójukat, meg minden. Úgyhogy pozitív hír a Maker oldalán. Tovább üzbegésztán figyelmezteti a lakosait, hogy nem regisztrált kriptotőzsdéktől óvakodjanak. Aha, a fekete listára tette a nem regisztrált kriptotőzsdéket. Igen, ezek olyan kriptotőzsdék, amik nincsenek regisztrálva az országban. És az ügynökség, igen, mindenkit a óvatosságra int, hogy nagyon figyeljenek oda, legyenek óvatosak, és ne használjanak ilyen platformokat, nehogy csalás áldozataivá váljanak, amiket ők is itt listázgatnak, hogy azok nagyon csalásgyanúsak, meg nincsenek regisztrálva az országban, még ez az. Tovább, a Coinbase-t meghekkelték, ez érdekes, de mondjuk furcsa, mert március, meg májusban nem értem, hogy miért októberben hozzák a hírt, úgyhogy itt valami furcsaság van, de már megint kicsit azért rémhírezni akarnak, hogy francsa tudja. A Coinbase nyilván, hát mert nyilvánosságra hozta, ha azt írják, de miért egy fél évvel később hozza nyilvánosságra? Mindegy, nyilvánosságra hozta, az ott egy masszív hekkelést, több mint 6000 ügyfelük vesztette el a kriptóját. Igen, több mint 6000 ügyféltől raboltak el kriptót a Coinbase-ről, még itt tavasszal. Igen, és akkor még kiadtak egy levelet ezzel kapcsolatban az érintetteknek. Azt írták, hogy sajnos 2021. március és május a közt áldozata voltál egy harmadik fél. Eltulajdonította a hozzáférés, vagy hozzáfért a Coinbase fiókodhoz, és elszedte a kriptóidat, úgymond legalább 6000 embert érint ez, 6000 Coinbase ügyfelet, beleértve téged is, és akkor ahhoz, hogy mire kell vigyázni, hogy tudnak a hackerek hozzáférni az embernek a Coinbase fiókjához, például mire van szükségük ehhez, egy e-mail címre, jelszóra, telefonszámra, ami hozzá van kötve az adott kriptofiókhoz, kriptopénztárcához, és a személyes e-mail címére is szükségük van a csalóknak, hogy fel tudják törni valakinek a fiókját. És ez igen, phishing, ilyen halászó támadások bulliben, amikor kérdezgetnek adatokat az emberektől, meg ez az, meg social engineering technik, amikor felmennek Facebookra és kikeresgetik, hogy mi a macskájának, meg a gyerekének a neve az ember, aztán, a embernek, aztán így próbálják kitalálni, hogy mi lehet a jelszavak. Úgyhogy ezekre figyelni kell. És a Coinbase rájött, hogy SMS-nél a kétlépcsős azonosításnál se az SMS a százas, inkább én is azt mondom, ne SMS-be küldessétek a kétlépcsős azonosításba a kurat magatoknak, hanem új lenyomatta. Jó, azt is mindent le lehet topni, meg mindent le lehet, elég, hogyha egy pohárról azért leszedik a várral az embernek az új lenyomatát, tök mindegy, felteszik egy büntet helyszínére, mert akkor ő a gyilkos, meg ilyen. Ezért alapvető dolgok, mindennek két irányja van, attól függ, mire használják, ugye bár kés is funkcionális, kaját készítünk vele, vagy torkon szúrunk valakit, tök mindegy, új lenyomat is ilyen dolog, mindent lehet negatívan használni, és akkor az a lényeg, azt akarom mondani, hogy igen, inkább új lenyomattal, én is új lenyomattal azonosítatom magam, mert SMS-be küldenek, itt is valami kompromitálták az SMS-es kétlépcsős azonosításhoz, valahogy hozzáfértek, és akkor még könnyebben fel tudták törni. Úgyhogy inkább új lenyomat legyen a második lépcsős azonosítás, ne SMS-be kapott kód. Azt ajánlom mindenkinek. Igen, és akkor más külsős pénztárcákra tudták küldeni a kriptót itt a Coinbase fiókról az emberektől, de a levélben megjegyzik azt is, hogy amint rájöttek itt az SMS-es kétlépcsős azonosítás, SMS account-rika, SMS-es fiók visszaállítási protokolljukkal, hogy ott is az se volt valami százas. De a lényeg, a végén azt mondják, hogy mindenkit kártalanítani fognak teljes mértékben, és akkor még mai nap folyamán, ezt nem tudom, hogy mikor írták, vagy most írták, vagy még májusban írták, de az a lényeg, hogy végül kártalanítottak is mindenkit. És elkezdték kivizsgálni, meg a törvényi hatóságokkal is közösen dolgoznak az, hogy kivizsgálják, mint hogy miért történhetett ez, kik lettek a csalók, meg stb. Nem tudom, miért ott most jött ez elő, mikor márciusi, áprilisi, mikor márciusi, májusi hír. Úgyhogy furcsa, na mindegy, volt egy ilyen is.
Nézzük tovább, az Argo blokklánc. Igen, 20 ezer bányászgépet vesznek ők is a Bitmaintől, ráadásul S19-eseket, és duplájára fog nőni az Argo blockchain, egy londoni kriptobányász cég. És következő évben akarják a texasi létesítményükbe letelepíteni ezeket a gépeket, ugyebár megint ez van, hogy a következő évben, tehát most akkor majd januárban azt mondjuk, ha jó, bezárt, ennyi volt bitcoin, senki ne, utazási irodák ne fogadják el többet, meg a hotelekben ne lehessen fizetni bitcoinban, meg a 100 000 kereskedőnél interneten ne lehessen fizetni bitcoinban, meg vége az egésznek, meg ne lehessen bányászni bitcoinban, ekkora barhaság. Meg, ami a legfontosabb, hogy a bankárok nem akarnak még egy kör pénzt kiszedni belőle, amikor leverik az árat, bevásárolnak olcsón, aztán meg eladják drágán, úgyhogy senki nem akar többet az egésszel foglalkozni, na akkor majd vége lesz a bitcoinnek. Ilyen hülyeség ez, ilyen irracionális dolog, na mindegy, ez egy vicc, az egész vicc lenne, hogyha ez egy jövőre vége lenne a bitcoinnak. Jaj, összeesett a bitcoin, és akkor majd 10 000 lesz 3 évig, ilyen a világ legnevetségesebb dolga lenne. Ilyen szinten fejleszgetnek, meg bányász cégek úgy öntik bele a pénzeket, hogy embertelen az elkövetkezendő években is, mert látják a jövőjét. És akkor Argónál, mert ugye bárhogy itt a múltkor Jeffnek, Joshnak, hogy hívják az embert, mindegy, volt egy bányászos videója is, itt legalább bányász cégeket ide tettem, úgyhogy itt is van az Argóról beszélünk, most Argó blockchain, ők itt vannak, így állnak. Ja, nem 15 perces, nézzük a napit. Napja, jaj, nemrég került felül még itt a tőzsdére. De vesznek még több gépet, igen, és akkor tovább azt mondja, hogy... És nagyon szépen növekszik az Argo blockchain egyébként, elég komoly mértékben. Februárban még 0,7-0,8 exahash számítási kapacitásuk volt, aztán kevesebb, mint egy év alatt már 1,7 exahash-re nőttek. Jövőre meg már 3,7 exahash-re nőnek, ráadásul 2022 harmadik negyed évébe. Pfú. Jövő ilyenkorra, kb. Jövő augusztus-szeptemberre, addigra fogják ezt majd felépíteni, még egy év. És akkor közben Texas meg az új mekkája lesz kb. A bár a bányászoknak, mert hogy rengeteg játékos van itt energiaiparba, Texasba, és nagy a verseny, és ezért jó, egymás alá ígérgetnek, egymás alatt egyre jobb árakon lehet a áramot kapni Texasban. Úgyhogy vonulgatnak is ide a bányászékek, a BlockCap is, meg a Riot blockchain is. A Riot is itt van, ők kb. A második legnagyobbak. Úgyhogy bányászékek, itt mostani emberünk az Argo, vagy cégünk, ők meg aztán tényleg S19-esből vesznek 20 ezer darabot, úgyhogy egyik legjobb bányászgépből. Na nézzük is tovább, azt mondja, hogy október történelmileg a bitcoin ártrendje meg fog újulni a bika piac, azt mondják év végére, hát ez mindenki, hogy év vége, 4 évente ez a három legkomolyabban húzós hónap, ez az október, november, december minden negyedik évben, és akkor azt mondja, hogy igen, már 5. szeptemberre óta már megint mínuszban volt a bitcoin szeptemberben, de amint véget ért a hónap, már is billió dollárok érkeztek vissza a kriptogazdaságba. A számadatok azt mutatják, hogy miközben szeptember folyamatosan rossz hónap szokott lenni a bitcoin számára, október másrésztről a hagyományosan jó hónap szokott lenni a bitcoin számára már 2013 óta. A bitcoin októberben 77%-ban mindig pozitív volt, vagy profitábilis volt, nyereséges volt, és akkor ebbe kb. Ennyi van, nézzük tovább. Igen, volt egy közvélemény kutatás, ami 1870 Luno kriptotőzsde felhasználót kérdeztek meg Dél-Afrikában, Malajziában, Indonéziában és az Egyesült Királyságban. És a 87%-uk azt mondja, hogy a bitcoin újra fog éledni, meg fog nőni az ára megint itt évvégére, és kb. 60%-uk meg azt mondja, hogy még felmegyünk 100 000 dollárra, és 38%-uk megérti, hogy a kriptókat azok hosszú távú befektetések, és 38%-uk hosszú távon is tervezi tartani őket. Tovább a DeFi felület, a Compound, volt egy bug, egy valami izék, és itt is számítógépes probléma volt a programírásban, ez érdekesség, itt a Compoundnál,
88 millió dollár értékben tudnak kiszedni a felhasználók. Tokeneket hát ez nem egy nagy érvágás a Compoundnak, bár mondjuk elég azért stagnálgatos az utóbbi időben, de hát Compoundban is van, vagy nem tudom hány billió dollár, úgyhogy ez a 88 millió, az nem egy nagy vasszis, de az attól még nem fog összeomlani, még 2%-et vagy 5%-ot se esni az ára kb. Emiatt. De érdekesség, hogy hogy jött ez az egész. Az egyik vezető DeFi, ez Ethereum-on a Compound, igen, és találtak egy kis hibát benne, a 067-es javaslatban, ennél a módosításnál, fejlesztésnél, ami hogy lehet ajándék, vagy hogyha gondolom betesz valaki pénzt, akkor kap valami ajándékot vissza, valamennyi Compoundot, meg ilyesmi. És akkor ez az ajándék az első része, ebben van egy kis baki, és akkor Robert Leschner a Compound alapítója szerint egy közösségnek egy tagja, aki írta, fejlesztette tovább a Compoundnak a programját, más közösség más tagjai által segítve is, ő tette bele ezt a kis ezért problémás részletet. És akkor mondja is itt a Compoundnak az alapítója, hogy ez a legnagyobb lehetőség és a legnagyobb rizikó is egyben egy decentralizált protokoll számára, hogy nyíltan lehet fejleszteni. És bárki hozzáférhet, bárki hozzáfejleszthet bármit, és akkor bele tudnak csempészni ilyen kis mindenfélét, úgyhogy negatív dolgokat is, úgyhogy erre figyelni kell, hogy bárki fejlesztheti ezeket a protokollokat, és akkor igen, az okos szerződésekben van ez jelenleg, 280 ezer Compoundot, ami jelenleg jár egy 88 millió dollárt ér, annyit tudnának kivenni itt az emberek, és kicsit frusztrált mindenki, hogy nem tudják gyorsan megoldani ezt az egészet, mert nincs gyors megoldás a protokollba erre, mert hogy a kormányzási javaslata úgy van megírva a Compound, hogy legalább 7 napnak el kell telnie, mielőtt valamit szavaznak valamit a Compoundon, hogy legyen, hogy változzon a rendszer, mit fejlesztenek, mit nem fejlesztenek, mindenki leadja a szavazatát, és 7 napot meg kell várni, mielőtt életbe lép, bevezetik az új változást. Úgyhogy 7 napig ezzel sem tudnak mit kezdeni. De addig nem tudnak Compoundot kiszedni innen, amíg meg nem oldják ezt a, hát a bugot ki kéne arra valamit találni, ez nem vírus, kisebb probléma, mindegy számítógépes probléma. Úgyhogy egyelőre azért hogy biztonság van a minden, meg ha kiszedik, akkor sem ez nem egy olyan nagy tőke, hogy ettől bármi nagy baja lenne a Compoundnak. De és akkor itt az alapító kicsit túl lőtt a célon, figyelmeztetett mindenkit, hogyha kiszedik ezeket, amiket itt a kis hiba miatt ki lehet szedni ezeket a millió dollárokat, hogyha kiveszik ezeket a pénzeket és nem küldik vissza, akkor jelenteni fogja az USA-ba a NAV-nak, mint nyereség, hogy ezeknek az embereknek nyereségük volt, azt áldoztathatnak majd utána. Na, ez aztán nagy felháborodást kavart a Compound felhasználói közt, akik elkezdték kérdezgetni, hogy akkor mennyire is decentralizált ez a protokoll, hogyha ilyen központosítottan ilyeneket lehet csinálni rajta. És akkor Leser végül ezért visszavett, és azt mondta, hogy mindent megteszek, hogy segíthessek a közösségnek, hogy visszakapjuk ezeket a Compoundokat, és ez elég ezért fafejű egy kijelentés volt a részemről, bocs, az éhivel, egy kicsit túlzásra hittem, hogy itt feljelentgetek mindenkit a NAV-nál, aki nem adja vissza. Úgyhogy ez van, érdekesség, vigyázni kell, hogy nyílt fejlesztési rendszer, nyíltan bele lehet bármit tenni, hogyha nem vizsgálják nagyon át, hogy egy akármilyen fejlesztő minket akar hozzárakni, akkor ilyen kis zsívánságokat bele lehet vinni a sztoriba. Na tovább, az olasz luxus, igen, mindegy cikkek, a Deutsche Gabbana is NFT-ket csinált, 5,7 millió dollár értékben adták el. Az UNXD felületen egy poligonnak az egyik piacán, úgyhogy ez is a poligonon van, a Maticon egy plusz hír a Matic mellett. Két NFT-t vettek meg a legdrágábban, van egy ilyen koronás, meg egy öltönyös. Ez a koronás, és akkor van eredeti korona is, meg van digitális korona is, ezt vették még 423 Ethereumért. Meg van egy ilyen Dolce & Gabbana öltöny, ezt meg hogy valami hú, meg téliesített, meg ilyen-olyan öltöny, és az is nem itt a felső sétál, csak ezt az öltöny, meg 350 Ethereumért vették meg.
Hol van már nagy képbe az egész, ne csak a részleteket. Aha, hát így néz ki, a Dolce Gabbana öltöny. Jó, úgyhogy NFT-ket dobálják, mert ők is ki. Na, még előről egy képet, jó, így gyönyörűen lehet látni mindent. Oké. Okay. Jó, tovább mi van még itt benne? És az UNXD elindított egy 10 millió dolláros kulturális alapot, amire célja az, hogy növeljék a divatipar, hát a divatipart egy jobban be tudják vonzani itt az NFT-k terére, és nem csak a Dolce Gabbana lépett már be itt az NFT-kbe, hanem a Gucci, a Burberry és a Louis Vuitton is már. Azt mondja, hogy tovább, nigériai, az elektronikus nagyra, a központi bankok digitális pénzek is lehetetni fogják, nem fogják mi is sem. Úgy volt, és 24 órával azelőtt, hogy el kellett volna indítaniuk a központi bankok digitális pénzét, azelőtt lemondták, hogy jaj, még se tudják majd később. Jó, hát központi bankok digitális pénze, de igazán érdekeljen senkit, nem sikertem van annyi előre, a papírpénzt is fogdoshatja az ember. És akkor a végére a teheráni tőzsde feje lemondott, mert hogy az irodájában bányászgépeket találtak itt a teheráni tőzsdének a pincéjébe. És Ali Sahrey azt mondja, hogy... Igen, és nem is voltak lejelentve ezek, mert itt is, hogyha le van jelentve Teheránba, Iránba, akkor legálisan lehet bányászni, bár évek óta meg minden, de még... Úgy volt a tőzsdei épületbe, úgy voltak a bányászgépek, hogy még le se voltak jelentve. Ez már a végén csak egy érdekességnek, hogy mondják el szépen az emberek, hogy fasz voltam, meg lottam, csaltam, hazudtam, meg hogy kirúgtak, így mondják el szépen, hogy szóval a felmondott főni azt mondja, hogy igen, hogy felajánljak egy lehetőséget még több vizsgálatra a kriptovaluta bányászással és a tőzsdével kapcsolatban, hogy segítsük a piacoknak a stabilitását. Itt a végén a lényeg. Felajánlottam a felmondásomat az igazgatótanácsnak, amit elfogadtak. Ez a kirúgtak a picsába, szépen megfogalmazva. Na jó, nézzük tovább. Azt mondja, hogy Bitcoin 48 ezernél, de úgy 48 ezernél egész nap, hogy valami irgalmatlanul 48 ezernél. Hát ha 15 percesben megnézzük, hát itt sem, ott volt egy kicsi, ha azt leszedem szerintem, de ja nem ma, hát ma van, ma nem tegnap volt ma, úgyhogy azért nem is onnan az még tegnap volt, nézzük a mait valahogy, amúgy is kettőkor indult. Nem is ez a lényeg, mindjárt itt mutogatok, itt van a 3-4 szög, itt van. Mondjuk ma elindult 0-2-kor, igen, tehát ma kb. Ennyibe mozog az egész Bitcoin, akkora mozgás lesz itt, vagy le, vagy felfelé, és már lefelé nem hiszem, hogy mi a jó Istennek, ha lefelé menne, akkor pillanat, most meg vissza kell a rajzolóka, egy helyen van a kettő, ha lefelé menne, akkor maximum annyi azért, hogy megpattanjon a 45-ről, aztán utána húzzon tovább, de szerintem ebből már megyünk fel, már lassan elkezdjük, ugye már 48 ezeres hú, hetekig nagyon kritikus zóna volt, nagyon sokáig szenvedett a 48-nál azelőtt is, de most szerintem, ha megindulunk át rajta, akkor húzunk is felfelé, kőkeményen 50-en, meg még át, 50-en túl is, úgyhogy mennyi ez, még százalékba akarom lemérni, olyan pici ez a mozgástér, hát lehet, hogy még ha azt hozzá se venném, ha csak így nézném, kicsibe, egy száz, másfél százalék, jó, hogyha tetejét nézem, akkor mondjuk 2%-os, hú, ez nagyon pici, másfél százalék még így is, még 2% sincs. Jó, hát ekkora lenne a 2%, másfél százalék, úgy be van szűkül, hogy irgalmatlan nagy mozgást, ez ki fog lőni, vagy fel, vagy lehet valószínűleg, hogy felfelé. Oké, azt mondja, hogy hát akkor innen jövök most felfelé, 1 órás gyertya, 4 órás gyertya, napi gyertya, és akkor napi gyertya 48 ezernél vagyunk, 47.950. Azt mondja, hogy az RSI is itt megállt 57 félnél, bőven lebegünk már a 20 napos mozgó átlag fölött, ez egy jó kis burrannak a nyitó alapja, ugyebár utána kéne szépen pattogni a 20 napos mozgó átlagon, úgy hetente, kétente épp, hogy megkocolni, aztán tovább röpködni rajta felfelé, és így menni a 100-ig. Na jó, azt mondja, hogy most többet úgy nem tudok elmondani Bitcoin, igen, hanem itt állunk, ez a leglényeges, hogy így be van szűkülve erre a kis részre, amit az előbb mutattam. Úgyhogy indulj, mehetsz tovább, most már megengedjük. Jaj, de ami a lényeg, ugyebár itt most ezt várják most. A kismillió ember arra fogad, hogy új, le fog esni a Bitcoin, akkor tőkeáttétel megrakom 10-szeres szorzóval, a másik fele meg, ú, na most már mindjárt ütjük az 50 ezeret, megrakom felfelé szorzóval.
Úgyhogy az se lenne furcsa az egészben, ha így kigyilkolnák a sortolókat, utána kigyilkolnák a long pozíciókat, aztán utána nyugodtan menne felfelé. De most itt ez a várakozás, mikor ennyire nem mozog az ár, akkor várják, hogy melyik oldalra ki fog többet tenni, azt majd utána hagyírtsák ki a ingyen bitcoin, az újon mindenkinek őt abból, ahogy a tőkártétesek szivatják saját magukat. Na jó, oké, nézzük tovább. Az Ethereum $3425-os áron kapható, 3,5%-ot nőtt a mai nap folyamán, bitcoin nem úgy 0,5%-ot csökkent, hát úgy kb. Nullán van ma. Az Ethereum haladgat szépen tovább, jó, mert belemászott a izébe, megy be a fibózónál. Jaj. Rámászott a fibózónájára pillanat. Ja, hogy akkor? Ja, de az az eleje. Na így, a 8, úgy meg a 10, oké. Jó, Ethereum jöveget nagyon szép, hát itt a vonal itt már ezért nem fog ez 3000 alá szerintem lemenni, nincs is sok értelme tovább húzni. Alatta azt mondja, hogy körülöttünk nem megy semmi, ilyenkor ugyebár hétvége van, jó, úgyhogy haladjunk is gyorsan tovább. Hányan keresnek a kifejezésekre, ez most újra töltötte magát, úgy nézett ki, de azért rányomok még egy F5-öt. Még itt kb. Semmi majd, amikor 50 ezer fölött feljövő. Nem is csak az a lényeg, hogy aki 50 ezer fölött kezdi majd el keresni megint a bitcoint, hogy rájön, hogy hűha, hát akkor azért van bitcoin, meg ez megy fel 100 ezerre legalább, hogy elbukja azt a 20%-ot, amit 40 meg 50 ezer közt van, vagy azt a 25%-ot, hanem az a nem mindegy, hogy 40 ezerről felmenni 100 ezerig, az plusz 150%, 50 ezerről felmenni 100 ezerig, az már csak plusz 100%, rögtön 50% bukó arról az oldalról meg. Na jó, nézzük tovább, aki képben van, meg itt van, az jó jár. Piaci értékek, kezdve az Ethereummal. Az Ethereum, gondoltam, hogy nem kell sokat tekerni, mert feljött a top 20-ba, megint 19. helyen van az Ethereum, 3 helyet nőtt. Most a Samsung van éppen előtte, őt kéne majd megelőznie jelenleg. Na végre már az Ethereumnak ismét 400 billió, 402 billió dolláros a piaci értéke, és $3414-os áron kapható. A Bitcoin pedig tartja a 9. helyét a top 10-ben. Na végre itt is egy kerek, most már 900 billió, 902 billió dolláros a piaci értéke a Bitcoinnak, és $47.907 áron kapható, ami magyar forintban, akkor hát még nem 15, de már majdnem 14 millió 800 ezer forintot ér jelenleg egy darab Bitcoin. Nézzük a teljes piachoz, 24 órás kereskedelmennyiség 100 billió környékén, 98 fél. Egész rendben van. Hát a kriptovaluták összpiaci értéke az meg egyre jobban rendben van. Most már megint 2,1 trillió dollár. Ebből a bitcoinnek a piaci dominanciája, hopp, az leesett 43-ról 42,2%-ra, az Ethereum pedig 18,8%, már megint 61, akkor 39% van a többi kriptovalutában. A teljes piac közel 3%-ot nőtt a mai nap folyamán, és akkor... Itt 24 óra alatt a top 10-ből kik nőttek, így mondjuk 10% környékét, vagy kik vannak pirosba. Hát a Solana ő nőtt 8, több mint 8,5%-ot, többiek ilyen 5% környékét. Luna, Avalanche jövögetnek fel a top 10 környékére, szorongatják a Uniswap-ot a 11. helyen. Jó, nagyon nagy verseny van a Uniswap-terre meg az Avalanche közt. A Dogecoin nagyon el van húzva egyébként, majdnem még duplájára kell nőniük, vagy 80%-kal kéne nőnie. Hát a Uniswap úgyse fog, maximum majd lesz Ethereum 2.0 jövőre. A Terra Luna meg az Avalanche bennük van, hogy ők átveszik a Dogecoin-nak a szerepét, a 80%-at kell nőniük. Hát az Avalanche felmenne 150-re, 140-re, vagy a Terra egy 75-re, akkor már Dogecoint verni is, az bent lenne a top 10-be. Na nézzük tovább. Kik nőttek? Az Atom is egész jó, hát 6%-ot nőtt. A Filecoin, jaj, mit csinál a Filecoin? Tök mindegy, nem érdekel a Filecoin, mert úgy összeesett, hogy még így is a békesége alatt van, de a Filecoin nőtt ma 13%-ot. Nem tudom, mire fel. Az Axie azt megint nőtt 20%-ot, nem ma az elmúlt 24 órában, 19 és felett. Jó, adtam is el valahol 113-nál, vagy valahogy így. Meg a Tezos is 14%-ot éled, ezek jön tovább már megint a Tezos. Jobbról, balról, mindenhol, de ők is terjeszkednek. Úgy kb. Mint az FTX, a Tezosnak is jobbra, balra mindenkivel leszerződgetnek. Mindig, havonta egy-két hírben mindenhol benne van a jobbról, balról, szegről, végről a Tezos. Hát még itt van az orrom, hát nem mondom annyira. Hedera nagyon meg, ő sose, egész évben nem ment, nem tudom, most lesz-e belőle valami, 0,3-ról fejött 0,4-re az utóbbi hetekben, hónapokban, nem tudom, hogy megtartja, vagy megy-e még tovább, vagy mi lesz vele, mindegy 11%-ot ő van őt ma.
Na nézzük tovább. DeFi-ban mennyi tőke van lekötve? 185 billió volt tegnap, 186 körül, 185,8. Ma már 192 billió dollár van lekötve DeFi-ban, itt Topson, a Curve, az AV, a Maker, a Compound. És akkor utána megjönnek itt a Dexek, a Pancake, a Sushi, meg a Unip. Meg itt van még a Yearn Finance is a 10. helyen. Oké, azt mondja, hogy nézzük tovább. Igen, mi a trendi a CoinMarketCap-en? Van-e valami érdekesség, amire érdemes figyelni? Blizzard Network, hát az nem fogott meg 200%-ot. Ez a GravityX, ezt talán tegnap is néztem, de szerencsejátékos, tehát az Olliap az megint szerencsejátékos, az utána ez főleg, hogy 1600%-ot nőtt. De ez a GravityX, igen, semmit nem tud, 3000. helyen van. Hát most, hogy piac értéke sincs, hogy nőtt itt 100%-ot, ki a jó Istent érdekel, mikor semmit nem csinál kb. Miért ránéztem erre? De nem, szerintem tegnap is ennél mondhattam. Itt a sell, buy GravityX. Ez itt mind, mit csinál ez? Menjen a holdra, meg még tovább, csinál valamit? Hogy működik? Hát jó, ezt most nem fogom nézegetni 3000. kriptókkal, én nem foglalkozok, majd valaki esetleg nézegeti. Jó. Hagyjuk is, nézzük tovább, igen, az OnlyUp az megint szerencsejátékos lesz, Kokoszap egyértelmű szerencsejátékos, Bonuskéki szerencsejátékos, Cardano van a portfólióban, Ren BTC, hát annyira nem ér... Ja, ez nem a BTC, ez sima Ren. Hát, az is növögetett, ez is egy... DeFi token, Polkadoton is van, Avalanche-on is van. 1,2 billió a piac értéke, ő nem szerencsejátékos, meg ki van már, mert mindenki van bányász, hát majdnem minden egy... 99,99% valahogy úgy már szinte az egészet kibányázták. DeFi protokoll, a REN 300, jó, 25%-ával kereskedtek, a piaci értékének 1,2 billió dollár, és a piaci értéke 25%-ot nőtt. A májusihoz, a májusi árát már kezdi megint megközelítgetni, na ez lehet, hogy még fog egy kicsit majd menni, rendben, eddig nem fejlektettem, mert elég ezért lájtik, hanem olyan komolyakat nem ment. Itt, úgyhogy de meg tőle, nem szerencsejátékos, az biztos, úgyhogy rend, egyszer akár érdemes nézegetni. Én még azért annyira nem ugrottam rá, hogy mindennél ez lesz a jobb. Azt mondja, hogy Arriva, na végre már lassan kimozdul innen, eddig nem nagyon fogott meg, hiába volt itt. Ethereum van a portfólióban, OMG van a portfólióban. Tűj, 20,5%-ot nőtt az OMG is ma. Hát ez az Arbitronra lehet rá, vagy az Optivizre valamelyikre fejleszteni, úgyhogy még szép, hogy hagyni jön csak az OMG. A olcsó, gyors Ethereum oldali dolgok. Azt mondja, hogy... Mit érzek a legtöbben? Running Games, hát ez valami játékos, Axie, tudom is én. Z kategória, Epic Hero, 3D NFT, mindig itt van, nem vagyok még mindig NFT-s, Binance, BNBP, ez már valamit csinál, vagy ez még mindig a semmire tolják bele naponta a 100%-okat. 289. helyen van. Még mindig semmit nem tud, 180 milliós a piaci értéke, 60%-a ki van bányászva, az úgy egynek egész, jaj, nagyon nem kereskednek vele, egy, fú, a 7%-ával kereskednek. Hát itt nagyon valaki nagyon tolja felfelé az árat, de ezt már néztem máskor is, de engem nem fogott meg. Vamos! Hát a vamos szó fogta meg az latinumokat. Mi van itt ebben? Jó, decentralizált fizetés, azonnali fizetés, hát mint mindenkinél, semmi extra nincs itt benne. Binance-es valami pénztárca. Oké, Vamos kávézó, Malajziába, ezek a partnereik, jó, hát egy-két bolt, itt sem olyan óriás cégek nem voltak. Na jó. Oké, itt vannak az alkotók, a központi csapat. Jó, nem tudom, hogy ezt mennyire pumpolják, hogy ennek van-e valami értelme, de nagyon tolják felfelé az árat, én még egyelőre tartózkodok. Tovább, Richquack, szerencsejátékos, Carrier, szerencsejátékos, EchoChain token, szerencsejátékos, BabyAquack, szerencsejátékos, Bitcoin, van a portfólióban, TKB token, nem fogadt meg, Everett TH, szerencsejátékos. És akkor a végére még, ami van, hogy nézzük meg napiban, na, már 48 000 fölött a Bitcoin, na mindjárt vált zöldbe a kis piros. Tü-tü-tü-tü-tü, nekünk. Na gyere csak a híradó végébe, nyugodtan gyere fel. Ez volt hajnal kettő? Ez volt hajnal kettő, igen, akkor fel kéne jönni, ahol a teteje. A 48.180 valamennyi volt, 185. 48.200-ig feljönne, akkor már zöldbe lenne a napi gyertya. Oké, na de nézzük akkor többieket. Bitcoin kb. Nullán, ilyen fél százalék mínuszba se.
Még annál is kevesebbet, kit nézzünk, aki mondjuk 10%-ot nőtt, mert rengetegen vannak ilyen 3-5-6%-osak, az úgy Kirill Voob nagyobbat nőtt, a Tezos nőtt nagyot, mai nap folyamán 13,5%-ot lassan lehet megint profitot kiszedni, mert jaj, ez OMG, jó, szia, mennyit szedjek ki belőled? Na egy 20-át, ne, hát nem adja a 20-at, 15-öt ad, 20-at akkor, ha beállítottam volna előre, hogy itt 15-6-nál, 15-5-nél adja el. Legalább egy alját megfogom, aztán ha megy tovább, na ott volt a 15, igen. 14,85, 14,86-nál adjál el nekem 3%-ot, azt mondja, hogy OMG. Hát ez mikor, ez reggel még nem volt ilyen magasan. Ez, ne, igen. Axiból hányszor lehetett már az dolgokból napok beeladni, olyat nőtt az Axi, hogy ember. Tegnap estére 50% pluszba lett az Axi. OMG azt mondja, hogy adjál el, hol adsz el 14, ne torzuljál. Ja, 14,86-nál, jó, 14,86-nál. Ja, de nem most, hanem hogyha lemegy addig. Azt mondja, hogy 14 egész... Hát, tök mindegy, 96-ot, hogyha eléri, akkor... Hát nem, 14,9-et, hogyha eléred, akkor adjál el 14,86-on. A, hát 60-ból, 59,6-ból, akkor 0,6 az 1%, 3, 1,8-at. 1,8-at. Jó, igen, hogyha leesik 14,9 alá, akkor 14,86-on adjál el 1,8-at. Jó. Pípa. Oké, azt mondja, hogy nézzük tovább. Jé, az árvév kicsit piroska. A pirosokat lehet megnézni, ez tök furi, de hát ez semmi, ez a 0,5% piros, mint kb. A Bitcoin, de ez is itt meg már zöldben van. Nem mindegy, kb. Nullán van az árvév. Majd megy tovább még, Solana úgy is húzza magával ezerrel. A XCC, hát ez az XCC, ez már egy kávé megállt szerintem, ő lehet, hogy mert azért tartogattam egy kicsit, de ha jön valami újabb figyelősebb, amit úgy hú, de nagyon izzani fogok a vágytól, hogy beújítsak valami kriptót a SOSA-G50-be, akkor lehet, hogy az XCC-t fogom majd kipattintani legközelebb. Mert így 30. helyen van, amíg egy 200. 300. helyen volt ugyanennyivel 0,0022-nél, jó, hát mondom, legjobb vétel, vagy 0,0002-nél. Mondom, ez mire bemegy a top 10-be, ez még 5-szörösét nőhet, vagy 10-szöröset, ezért top 50-ben, vagy ilyesmi, de már top 30-ban van, ahogy frissen újra számolták, gondolom, vagy nem tudom, mi a jóisten. Ugyan irgalmatlan a növekedés nem várak tőle, azért ő egy Bitcoin ABC-ből lett, egy Bitcoinnek egy 1000 éves villájából, ahol kb. És sehol nem volt megemlítve. Na meglátjuk. Azt mondja, hogy szerencsére már csak egy 0,5% van benne is, tehát nem fogja annyira vissza a portfóliót, akármit is csinál. Jó, nagyon nagyobb növekedők nem voltak. A Dega Constellation az 6,5%-ot csökkent, ami Bélának az egyik nagy kedvence. Örgó csökkent még 2%-ot, kik vannak még itt? Hát máshogy nagyon cégábbi annyira nem. Jó, olyan nagy mocorgások nem voltak a piacon. A Hedera, nem tudom mi a jó Isten, a Hedera az nőtt 11,5%-ot. Végén meg lesz belőle valami nulla, egész évben 0,3-on volt valahogy. Február, március óta 0,3-on volt végig, és akkor most valami csoda folytán felmen 0,4-re. Meglátjuk, meg tudja tartani. Jó, én még mindig tartózkodok tőle, fogtam egy ideig, de inkább hagyom. Jó, a Bitcoin 48 000-nél, oké, legyen ennyi mára. Kösz szépen, hogy meghallgattatok. Holnap ismét jövök a friss hírekkel, további szép estét mindenkinek, sziasztok!